Ürv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában, azon belül is a lenyűgöző természet című minisorozatom következő részében. Kutatók sokáig úgy gondolták, hogy az eszközhasználat olyan készség, amely egyedül az embernek adatot meg, és többek között ez a képesség is megkülönböztet minket az állatoktól. Azonban ahogy a tudósok egyre többet tudtak meg a bolygónkon élő sokszínű, káprázatos élővilágról, a minket körülvevő élőlényekről, egyre inkább világossá vált, hogy rengeteg állat olyan elképesztő tulajdonságok birtokában van, amelyeket korábban el sem tudtunk képzelni. A híres természettudós Charles Darwin már az 1871-ben megjelenő, The Descent of Men című könyvében szótejtett a páviánok szerszám használatáról, Jane Goodall pedig, aki a csimpánzok szociális életének egyik legismertebb kutatója, már a 60-as években tudósított a csimpánzok többenetes és elképesztő eszköz használatáról. A vadon élő csimpánzok eszközhasználata hihetetlenül sokrétű, és ami fantasztikus, hogy kulturális változatosságot mutat, vagyis az eszközhasználati formák és technikák csimpánzközösségenként változnak, és tanulás révén generációkon átöröklődnek. A csimpánzok botot használnak, hogy ki tudjanak halászni egy víz felszínén úszó termést vagy levelet, kövekkel törik fel a kemény csonthéjas magvakat, fűszállal vagy egy ággal szedik ki üregükből a hangyákat, majd ezután leszopogatják a kis rovarokat azokról, bunkókkal és kövekkel képesek elkergetni egy leopárdot is, illetve növényekből készült szivacsal csutakolják le egymást. De a csimpánzok játék céljából is használnak különböző eszközöket. Jane Goodall megfigyelte, hogy erős, hosszú növények segítségével kötélhúzást játszottak, illetve gyümölcsöket dobáltak egymásnak vagy a levegőbe, ahogy emberek egy labdával szoktak játszani. Ami egészen elképesztő és majmok bolygója utánérzést kelt, hogy a legújabb kutatások szerint a szenegálban élő csimpánzcsoportok fadarabokat élesítenek, és azokat láncjaként használva kisemlősökre vadásznak. Dr. Jane Goodall szerint mindez azt bizonyítja, hogy az ember sokáig túl lenéző volt az állatokkal szemben, és csak a saját intelligenciáját tartotta említésreméltónak. A csimpánzokon túl páratlan eszköz használati szokások figyelhetőek meg a gorilláknál és az orangutánoknál is. Bár ezek az állatok ritkábban folyamodnak eszközök használatához, ennek ellenére figyeltek már meg termeszekre bottalvadászó gorillát vagy kővel magokat feltörő orangutánt. Ami lenyűgöző, hogy az orangutánok olyan eszközöket is használnak, amelyek megfelelnek egy az emberek számára szexshopokban árusított dildóknak. Ezeket az önkielégítést elősegítő fadarabokat nőstények és hímek is egyaránt használják. A 2000-es években felvétel készült egy közép-afrikai nyugati síkvidéki gorilláról, amint az, mielőtt a vízbe lépett volna, egy fadarabbal lemérte, milyen mély a víz. Amikor látta, hogy az sekély, nem fog elsüllyedni, akkor belement, ám a botot magánál tartotta, és folyamatosan ellenőrizte, hogy nem mélyül le a víz. Ha eszköz használat, nagy valószínűséggel mindenkinek az általam említett emberszabású állatok ugranak belegelsőre. Azonban a szerszám használat egyáltalán nem csak főemlősökre korlátozódik. Apró rovaroktól egészen a madarakig, fejlábúakig rengeteg élőlény hoz létre és használ különböző szerszámokat az embereken és az emberszabásúakon kívül is vadászat, építkezés és egyéb dolgok céljából. Bár kutatók napjainkban is vitatkoznak arról, az állatok esetében mi minősül tényleges eszközhasználatnak, ez most nem lényeges, a videó végén visszatérek a kérdésre. Most dőljetek hátra, és hadd mutassak be olyan csodálatos állatokat, amelyekről talán nem is gondoltad volna, hogy bizony rendszeresen használnak különféle eszközöket, tárgyakat mindennapi életük során. Merüljünk el a lenyűgöző természet káprázatos világában. És azt hinni, hogy az ember lényegében különbözik az emlősöktől. Ezt csak az ember képzeli a felkapaszkodott a Robert Merle, francia író. Egészen a közelmúltig a tudomány úgy vélte, hogy gerinctelenek nem rendelkeznek az eszközhasználat képességével. Kutatók állították, ennek a készségnek a főemlősök és madarak vannak a birtokában. Ezért óriási meglepetést okozott, amikor a 2000-es években a Kaliforniai Egyetem tudósai Indonéziában egy fantasztikus felfedezést tettek egy apró élőlény az úgynevezett erezett polip kapcsán. Az erezett polip sekély vizekben él az indiai óceán, a csendes óceán nyugati és északnyugati, a vörös tenger és a délkelet ázsiai tenger területén kisebb garnélarákokkal, kagylókkal táplálkozik, ám legkülönösebb tulajdonsága az, hogy szokatlan módon előszeretettel használ különböző tárgyakat az életben való boldogulásának érdekében. Természetesen nem újdonság, hogy a polipok rendkívül intelligensek például egyszerűbb probléma feladatokat gond nélkül meg tudnak oldani, és ügyesen navigálnak kísérleti labirintusokban is. Ám az erezett polip az alapvetően okos polip nemzetségből is kiemelkedik. Ugyanis az erezett polip képes két lábon is közlekedni, veszély esetén tárgyakkal próbálja magát eltakarni, ráadásul aktív eszközhasználó is ha az erezett polip a tengerfenéken rátalál egy oda ledobott fél kókuszhéjra, akkor azt kiássa a homokból, majd kívülről és belülről is megtisztítja. Amikor ez készen van, akkor a csupán 8 cm-es kis polip úgymond kimereviti 15 cm hosszú karjait, megragadja a fél kókuszhéjat, és két karján gólyalábakon járva viszi magával szerzeményét. És hogy miért? Nos, ha veszélyt érzékel, gyorsan ledobja a földre a kókuszhéjat, majd bebújik alá, így védve magát egy esetleges támadástól. De megfigyeltek már olyan polipot is, amely két kókuszhéjat cipelt magával, ha pedig megállt pihenni, azokat egymásra tette, így létrehozva egy bunkert, amibe aztán belebújt. Ez egyértelműen eszközhasználatnak minősül, hiszen a polip előre megfontoltan, okkal tisztítja meg és viszi magával a kókuszhéjakat. Ez különbözteti meg például a remeteráktól, ugyanis az említett rák bár elhagyott csigaházakba bújik bele, de nem tervszerűen és maga készíti el a bunkerét, hanem csak belebújik és cipeli. Viszont az erezett polip mindent tervszerűen hajt végre, ami elképesztő intelligenciára utal. Ezzel kapcsolatban Julia Finn, a Victoria Múzeum biológusa így nyilatkozott. Bár elsőre komikus látvány, ez a fajta eszközhasználat egy 8 cm-es polip esetében kifinomult gondolkodást és intelligenciát kíván. Ezek az apró polipok, mint tengeri gerincstelenek, olyan magatartást tanúsítanak, amelyekről korábban azt hittük csupán az emberek sajátossága. Az erezett polip, akit más néven kókuszdió polipnak is neveznek, lenyűgözte a tudományt, és rengeteg kutatás vár még erre az intelligens, kókuszhéjat cipelő és használó, két karon járó kis fejlábura, hogy sikerüljön megfejteni kifinomult gondolkodásának a titkait. A delfin a fogascetek családjába tartozó egyes vízi emlősök összefoglaló neve, összesen 50 fajukat és 7 családjukat különböztetjük meg. Régóta köztudott, hogy a delfinek rendkívül komplex probléma megoldó képességekkel rendelkeznek, ráadásul összetett társadalmi interakciókra is képesek. Ezek a cetfélék nem csak egyénileg képesek tanulni, fejlődni, hanem egyedeik továbbadják az általuk megszerzett tudást más egyedeknek is kutatások szerint a delfinek felismerik egymást, és hasonló módon kommunikálnak egymással, mint az emberek, vagyis a szöveteik vibrálásával keltenek hangokat, az emberi beszéd pedig ehhez a módszerhez hasonlatosan alakult ki. Sőt, a delfinek azt is megérzik, ha az egyik társuk állapotos. Emellett a delfinek nagyon játékosak is, és szinte mindennel képesek játszani, ami számukra megmozdítható. Jody Baker, tengeri emlősök kutatója ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta. Ha elsétálsz egy medence mellett, és ott egy delfin játszik mondjuk egy labdával vagy bójával, akkor egyértelműen az irányodba kezdi bögdösni, nyilvánvalóan azért, hogy felhívja magára a figyelmet és csatlakozza a játékához. Emellett a delfinek arról is híresek, hogy többször mentettek már meg bajba jutott embereket. 1996-ban egy Martin Richardson nevű férfit a Vörös Tengernél cápatámadás ért a sínai félsziget közelében. Csodálatos módon három palackorú delfin bukkant fel, akik körülvették a sebesült férfit, és farkukkal csapkodva elzavarták a férfira rontó cápát. Martin Richardson kórházba került és teljesen felépült. A delfinek ilyen magatartása ahhoz hasonló, mint amikor az anyák megvédik a borjaikat adta ki a jelentést az izraeli Haifai Egyetem tengerészeti tanszéke erről a hihetetlen esetről. 2000 augusztusában egy delfin egy fuldokló fiút mentett meg a haláltól. Egy 14 éves fiú, bizonyos Dávide Csecsi egy csónakból véletlenül az Adriai tengerbe zuhant a délkelet olaszországi Manfredónia közelében. Dávide nem tudott úszni, ezért kétségbe esetten csapkodni kezdett, ám ekkora semmiből előtűnt egy delfin, aki orrával bögdösni kezdte a fuldokló fiút, és egészen addig fenntartotta a felszínen, amíg Dávidét ki nem húzták a vízből. A delfint egyébként Filippónak hívták, és népszerű turista látványosság volt Manfredónia tengerpartján, ugyanis gyakran úszkált a tengerben pancsoló emberek között. Még elképesztőbb, hogy bár nincsenek kezeik, lábaik vagy csápjaik, a delfinek az eszköz használó állatok közé tartoznak. Ezt kutatók 1984-ben fedezték fel legelőször, amikor Ausztrália vizeiben olyan palackorú delfineket figyeltek meg, amelyek szivacs darabkákat tépdestek le, majd csavarták azokat az orruk köré, hogy megóvják az orrukat az esetleges sérülésektől, mi alatt a tengerfenéken vadáztak. Az eszköz használatot fogságban tartott delfineknél is megfigyelték. Robert Schumacher, aki könyvet is írt az eszköz használó állatokról Animal Tool Behavior címmel, elmondta, hogy megfigyeltek egy medencében élő delfint, aki talált egy darab csempét a medencében, azt a szájába vette, leúszott a medence aljára, majd a csempével lekaparta az ott megtalálható algákat, ezután pedig elfogyasztotta őket. Kutatók megállapították, hogy ez a viselkedés a delfineknél generációról generációra száll. A jelenség napjainkban is alapos tanulmányozásnak van alávetve, eme viselkedés össze-sokát még nem tudjuk, de egy dolog egészen világos. A delfinek olyan elképesztő képességekkel, intelligenciával és empátiával rendelkeznek, amelyeket jó pár ember megirigyelhetne tőlük. hogy a legtöbb madárban van egy figyelemreméltó közös eszköz használati tulajdonság, ez pedig a fészek rakás képessége. Azonban vannak egyes madárfélék, amelyek eszközhasználatukat még tökéletesebbre fejlesztették, és hihetetlen módszerekre képesek, ha kreativitásról vagy táplálkozásról van szó. Az új kaledóniai varjú, ha olyan repedéssel találkozik mondjuk egy faodvában, amelyben élelem van, ám túl szűk a rés, ezért nem fér be a csőre, akkor keres egy vékony kis fadarabot, gajat, amelyel be tud nyúlni a repedésbe, így hozzá tud jutni az ebédjéhez vagy vacsorájához. A Max Planck állati viselkedéstani intézet kutatói ennek hatására elvégeztek egy kísérletet. Befogott varjaknak kétféle gajat kínáltak fel. Egy hosszú egyenest, illetve egy szintén hosszú egyenest, csak annak a vége amolyan kampószerűen meggörbült. Egészen elképesztő, de a varjak 94%-ban a kampós végű fadarabot választották, hiszen azzal sokkal könnyebb az élelmet kiszedni egy farepedéséből. Szintén érdekes volt, hogy a varjak ezután nem óhajtottak elválni a kampós gajtól. Elhelyezték egy faodvában, majd később visszatértek hozzá, és újra azt használták élelemszerzéskor. Ez azt jelenti, hogy a varjak is képesek felfogni egy eszköz értékét és fontosságát, csak úgy, mint az emberek. Ez a fajta eszközhasználat más madaraknál is előfordul, például a pintyeknél. A csíkos gémek egészen bámulatos módon használnak eszközöket, ők az úgynevezett csalihorgászat nagymesterei. Kutatók megfigyelték, hogy ezek a gémfélék nem a vízbe gázolva vadásznak zsákmányra, hanem különböző halak számára élelemnek tekinthető dolgokat szórnak bele a vízbe. Ezzel csalogatva magukhoz a halakat, és amikor a hal felbukkan a csaliért, akkor a csíkos gém lecsap rá a Dél-Európában, Afrikában és Ázsia nagy részén előforduló egyiptomi kesejű szintén fantasztikus módját választotta az élelemhez jutáshoz. A madár kedvenc elemózsiája a madártojás, a kisebb tojásokat gond nélkül fel is tudja törni, azonban a keményebb héjú struc tojással hamar meggyűlik a baja. Ennek megoldására kidolgozott egy módszert. Köveket vesz a szájába és azokkal addig dobálja a struc tojást, aminek végül feltörik a héja, így könnyedén hozzá tud férni a belső tartalmához. Szintén fantasztikus tulajdonsággal rendelkezik az Eurázsia teljes területén előforduló tövis szúrógébics. Ez a 27 cm szárny fesztávolságú madár cserebogarakkal, tücskökkel, egyéb rovarokkal és apró termetű gerincesekkel, például egerekkel táplálkozik. Kutatók megfigyelték, hogy a g hasonlatosan viselkedik az emberhez, ugyanis mi is tartalékoljuk, hűtőbe vagy spájzba helyezzük az élelmiszereket. A g ugyanezt teszi. Több zsákmánytejt egyszerre, ezeket a zsákmányokat pedig elraktározza olyan módon, hogy felszúrja azokat egy tövisekkel rendelkező növényre. Amikor inségesebb idők jönnek és nehezen talál zsákmányt, akkor visszatér az éléskamrájához és a tartalék zsákmányaiból lakik jól. Ezt a szokást a g-bitch több más fajánál is megfigyelték. A lunda talán az egyik legjópofább madár a szárnyasok között. Ez az Atlanti óceán északi részén található szigeteken előforduló, alig 30 cm-es kis madár jellegzetes csőr és arcformájáról ezer közül is felismerhető. A lunda nem rak fészket, hanem földbe vájt üregekbe vagy nyúlvackokba költözik be a költési időszakban, ahol jellemzően egy vagy két tojást költ ki. Emiatt furcsálták kutatók, hogy gyakran láttak a lundák csőrében különböző méretű fagaljakat. Vajon miért van szükségük rájuk, ha nem építenek fészket? A 2010-es években erre is fény derült ezek a madarak a fagaljakat vakarózáshoz használják, ezt egy 2018-as felvétel be is bizonyította. Tudósok megállapították, hogy főleg Izlandon nyaranta gyakori egy kullancsfaj, amely főleg a tengeri madarakat részesíti előnyben. Kutatók úgy vélik, a lundák a kullancsoktól igyekeznek megszabadulni a fagajakkal, esetleg a kullancsok okozta viszketést igyekeznek enyhíteni a csőrükben tartott és mozgatott fadarabokkal. Ezek a madarak bizonyítják, hogy bizony szárnyas barátaink is gyakran használnak célzottan különböző eszközöket a legkülönfélébb okokból kifolyólag. Az elefántok a legnagyobb szárazföldi állatok napjainkban, jelenleg három élő fajukat ismerjük: az ázsiai elefántot, az afrikai elefántot és az afrikai erdei elefántot. Az elefántok ismertek hosszú ormányukról, hatalmas fülükről, hegyes agyaraikról, és arról, hogy igen tekintélyes családfával rendelkeznek, kihalt rokonaik között ott vannak a mastodonok és a mamutok is. Az talán kevésbé ismert, hogy ezek a tekintét parancsoló állatok figyelemre méltó eszközhasználati képességekkel és magas fokú érzelmi intelligenciával rendelkeznek. Kutatók megfigyelték, amint egy csoport afrikai elefánt összegyűlt egy földön heverő, haldokló elefánt tehén körül. Először ormányukkal megpróbálták felébreszteni, ám amikor ez nem sikerült, mesterségesen próbálták etetni fűvel és egyéb növényekkel. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy társuk elhunyt, órákig ácsorogtak társuk holteste körül, alkonyatkor pedig ágakat téptek le a közeli fákról, amelyekkel betakarták a halott elefántot, tehát elképesztő, de eltemették társukat. Még figyelemre méltóbb, hogy egészen emberi módon alkalmaznak különböző eszközöket. Például fagajakat, fadarabokat használnak vakarózáshoz, hogy elérjék testük azon részeit, amelyeket a farkukkal vagy ormányukkal nem érnek el. De kutatók azt is rögzítették, hogy egyes elefántok hatalmas leveleket használnak a körülöttük zümmögő legyek elhesegetésére, úgy, ahogy mi használjuk a légcsapót. Szinte hihetetlen, de dokumentáltak már olyan afrikai elefántot is, amely egy botot használt egy kerítés lemérésére, ellenőrizve, vajon át tud-e gond nélkül lépni az akadályon. Az indiai elefántokkal kapcsolatban kutatók megfigyelték, hogy az elektromos kerítéseket farönkök segítségével szét tudják verni, hogy aztán akadálytalanul áthaladhassanak rajta. Az elefántok eszközhasználatával kapcsolatos tanulmányok kimutatták, hogy ezek a hatalmas élőlények képesek tapasztalataik alapján tanulni és a fennálló problémákat különböző tárgyak segítségével megoldani. Ez a képességük egyértelműen magas intelligenciáról árulkodik. A kutatások pedig betekintést nyújtanak abba, hogy ezek a pompás állatok hogyan lépnek kapcsolatba a környezetükkel, és bizonyos fokig hogyan képesek azt irányítani. A bemutatott állatokon kívül még számos eszközhasználó állatot ismerünk. Beszélhetnék még a tengeri vidrákról, amelyek kőeszközöket használnak egy kagyló feltörésére, említhetném még a hódokat, akik rákcsálóktól szokatlan módon hatalmas gátakat építenek, hogy megvédjék magukat a ragadozóktól, könnyebben hozzáférhessenek az élelemhez, és nyugodtan úszkálhassanak. De lehetne szó a Fülöp szigeteki vizaján sertésről, amelynek példányai lapos darabokat használnak Ásóeszközként, hogy föld alatti táplálékhoz jussanak. Az eszközhasználó állatok tárháza végtelen, rendkívül lenyűgöző, és ékes példája annak, hogy a korábban csak embernek tulajdonított képességek rengeteg állatfajnál megfigyelhetőek, a gerinctelenektől a madarakon át egészen az emlősökig. És ki tudja, miféle felfedezések várnak ránk még a jövőben. Egy régi tévhit szerint az eszközhasználathoz mindenképpen újak vagy mancsok szükségeltetnek, ám az elmúlt percekben ez a tévhit végérvényesen szertefoszlott, hiszen a szóban forgó eszközhasználók a polittól kezdve a madarakon át nem rendelkeznek ilyen testrészsel. Kutatók napjainkban is vitáznak azon, vajon mi számít tényleges eszközhasználatnak, és mi az, ami ösztönből fakad. Jó példa erre a bolászpók. Ez a dél-amerikai pókféle egy ragadós végű sejenfonállal ejti el a zsákmányát, azt konkrétan a lasszóként használva, ami egészen lenyűgöző. Azonban a pókfonál lasszóvá alakítását a pók genetikája szabályozza, tehát ez egy ösztönös, beprogramozott viselkedés, a lasszóval fogást nem maga a pók találta ki. Viszont a videóban bemutatott állatok az eszközöket egyértelműen tudatosan és nagyon kreatívan használják. Tim Littings állatkutató szerint számos állat, például az elefántok sem ösztömből, hanem tudatosan cselekednek tárgyhasználatkor. A férfi elmesélte egy állatkerti elefánt kubva történetét. Kubvának született egy kicsinye, Kalina, aki túl kicsi volt ahhoz, hogy elérje anyjának emlőmirigyeit. Kubva ekkor egy zsámojt tolt Kalina elé, és mindaddig megismételte ezt a műveletet, még a kicsi elefánt rá nem jött, hogy a zsámojról már eléri az emlőmirigyeket. Technikailag ezt tette a kicsi Kalinát eszközhasználóvá, ám az anyja Kubva mutatta meg neki, hogyan használhatja. Ez a fajta probléma megoldás pedig az intelligencia jele, és nem csak az elefántoknál, de számos más állatfajnál is megfigyelhető. A rákcsálók, gerinctelenek, cetfélék, madarak vagy emlősök ugyanúgy használnak tárgyakat a mindennapi életükben, mint az emberek, sőt, sok esetben sokkal kreatívabban és ügyesebben lévén, hogy sokuknak nincs a klasszikus tenyerük és újjuk. Éppen ezért érdemes tisztelni a környezetünket és a benne élő élőlényeket. Az ember sokáig fennhordta az orrát, és számos dologban különbnek tekintette magát az állatoktól. Azonban mi is állatok vagyunk, akik rendszeresen küzdünk az ösztöneinkkel, és rengeteg tulajdonságunk egyáltalán nem egyedülálló, ahogyan azt évtizedekkel korábban gondoltuk. Ezt az eszközhasználó állatok jelensége egyértelműen megerősíti. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és az eszközhasználó állatok jelenségéről? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok, ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook és Instagram oldalt is. Ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláiból készített videóimat, illetve egyéb értekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatornatagnak a támogatást! A következő videó hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek! Sziasztok!